Sziasztok barátaim! Most meg szeretnék mutatni egy fészket. Hét kis nyusziról. Az anyjuk oroszlanfejű uh, oroszlan fejű törpenyúl, az apjuk meg németóriás. És el is magyarázom, hogy történt ez, mert ez nem egy előtárvált dolog volt, hanem ez csak úgy megtörtént. És jó történt, mert a nyuszik egészségesek. Most 12 naposak. Most, most kezd, nyílni a szemük. Nagyjából ki is van nyílva többnek. Van három torka. Fekete-fehér torka és Négy tiszta fekete. Jó, kevérkeny nincsen velük baj, ahhoz képest, hogy hátán vannak, és az anyjuk ő Eléggé kis termetű nyuszi. Az apjuk pedig itt látható, szürke német óriás. Úgy történt az egész, hogy az anyjuk ebbe a, ebbe a bajtába volt, ami után leválasztódott az előző nyusziktól. Volt négy nyuszia, leválasztódott, és ő itt maradt. Itt pedig, ahol látszik, a deszka a felfogott volt, nem volt deszka, hanem drótháló volt, és keletkezett egy lyuk, ahol szépen a, a kis nöstény behatolt a nimetóriás bakhoz, és egy együtt töltött éjszaka után vámhesen maradt, és ime az eredmény, 7 kis nyuszi, 3 torka és 4 fekete színű. Volt jó sok tej az, any az anya nyúlnak, így mind életben maradtak és virulnak, hamarosan elhagyják majd a fészket is, kezdnek uh, sorjúból és uh, nyúltából is táplálkozni. Sok szerencsét kívánok nektek is a nyuszi szaporodáshoz. És minden jót!